Jó estét kívánok! Vége van a nyárnak, és a hűvös szelek még nem is járnak, azért lassan majd odafigyelünk nem csak a szabadtéri, hanem a terem sportágokra is, annál is inkább, mert megkezdődött most már a felkészülés kosárlabdában is, amely a mai témánkat jelenti, és hát amely mindig kiemelt figyelemnek örvend a szurkolók körében is, hiszen Fehérvárnak ugye sokszoros bajnok és mindig óriási elvárásokkal küzdő kosárlabda csapata van. Reméljük, hogy az új szezonban is nagyon sok jó meccset fogunk az Alba Fehérvár csapatától látni, amelyről egyelőre még azért nagyon sok minden most nem jelenthető ki, de hát természetesen megtörténnek már az első lépések, hogy tényleg egy eredményes és megint jó csapat alakuljon. Itt van velünk Simon Balázs, a klub igazgatója, aki nyilván maga is illetékes abban, hogy milyen keret alakul. Gyakorlatilag jelen pillanatban ugye azt tudjuk, hogy bár két edzőmeccse már túl van a csapat, azért igazából teljesen majd csak a jövő héten válik, amikor megérkezik négy újabb légiós. Mik voltak az elsődleges szempontok az új keret kialakításánál, és miben reménykedsz az új idény kapcsán? Köszöntöm én is először is a kedves nézőket és téged is. Az elsődleges szempont ugye az volt, hogy vége lett a tavalyi szezonnak, és először szerettük volna megtartani, ugye akik számításba jöhettek volna a külföldiek közül is, ugye Travisnek és Hortonnak is ajánlottunk új szerződést, hiszen velük nagyon elégedettek voltunk, sajnos ez nem jött össze. Úgyhogy innentől kezdve ugye kezdődött megint az új légiósok keresése. A Bálne ugye folyamatosan egy kis szünet után nézte a játékosokat, konzultáltunk róluk, hogy kiket szeretne. Mindenképpen irányító poszton szeretett volna egy olyan, aki jobban irányító, tehát ugye Casey Hill egy nagyon jó játékos volt, de inkább ugye ösztönökből játszott, nem annyira szervezte a játékot, és ezért hullámzó volt a játéka, úgyhogy ilyen szempontból szeretett volna, hogyha egy stabilabb játékos érkezik. Ugye az irányító megérkezett már, őt láttuk, hogy amit szerettünk volna, vagy szeretett volna, hogy a vezetőedző az egyelőre illik rá, hiszen tényleg próbálja irányítani, figyeli a társakat, hogy mi az erősségük, úgyhogy úgy nézik ki, hogy be fog válni. A másik négyről egyelőre sok mindent nem tudunk, ugye még két-három újonc lesz, és a center poszton ugye érkezik egy, aki már egy kicsit tapasztaltabb, hiszen játszott Európába, tavaly Belgiumba. Meglátjuk, jövő héten vasárnap megérkeznek, úgyhogy jövő héttől már, ahogy említetted is, teljes kerettel készülünk, csak a válogatottak fognak hiányozni, de én azt gondolom, hogy ez annyira most nem lesz befolyásoló tényező, igen, csak Márko az, aki ugye a 10-es keretbe vagy a 12-es keretbe számításba vehető, hiszen Takács Milán ugyan ott van és készül a felnőttekkel, de ő neki még szerintem kevesebb szerepe lesz a bajnokság során. Visszatérve egy pillanatra még az előző évi csapathoz, illetve azokhoz, akiket szerettetek volna megtartani, ugye ez mindig egy jó kérdés, tulajdonképpen népszerű volt ez a csapat a szurkolók körében, ugyanúgy szerették, mint az előző bajnoki garnitúrát. Harmadik lett, arra se lehet mondani, hogy ne lett volna jó eredmény. Szóval érthető volt, hogy mind a szurkolók, mind a klub szeretett volna látni valakit, vagy valakiket ugye az új csapatban is. Ilyenkor ez tényleg egyértelműen anyagiakon múlik, vagy pedig esetleg azon a szándékon a játékos részéről, hogy magasabb szintre szeretne lépni? Hát a legtöbbször anyagiakon. Igazából Travis Simpsonnál nem tudjuk a valódi okot. Szerintem hasonló pénzért mehetett el olasz kettőben, úgyhogy igazából itt nem tudom az okot mondani, de ott nem gondolom, hogy akkora különbség lett volna mondjuk a juttatás között. Viszont Hortonnál kijelenthetjük, hogy ugye mind a pénz, mind pedig, hogy magasabb ligába játszon, ez egy számára szempont volt. Ugye a magyar játékosok is, aztán nem említettem az előbb, ugye Keller Ákosnak lejárt a szerződése vele, és nagyon sokáig tárgyaltunk, és mi mindenképpen szerettük volna, és minden követ megmozgattunk, hogy maradjon, de elfogadtuk, hogy neki az a célja, hogy szeretné magát kipróbálni külföldön. És azt gondolom, aki kosarazott, és én is ebben a cipőben jártam, ugye nekem is mindig az volt az álmom és vágyam, és egy játékosnak az is kell, hogy legyen, hogy ha van rá lehetőség, akkor próbálja ki magát külföldön, úgyhogy nagyon örülünk neki, és tényleg nagyon büszkék vagyunk Ákosra, hogy ez sikerült neki, főleg egy ilyen csapatban, hogy a francia első ligás Sporthez igazolt, amely nagyon nagy múltú és jó nevű csapat, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk neki innen is. De ugye őt is elvesztettük, úgyhogy őt is pótolni kell, ugye itt külföldi légiós lesz a helyén, ugye tavaly is volt ötös poszton, de most fokozottan igaz ez. És ugye érkezett még Peringer Balázs, ötös poszton, ő inkább a jövő embere lehet vele, ilyen hosszú távú három éves szerződést kötöttünk. Ő neki szépen fokozatosan rengeteg munka mellett
kell bizonyítani, és én azt gondolom, és bízunk benne, hogy élni fog ezzel a lehetőséggel, és szépen fokozatosan egyre több időt tud majd, és egyre hasznosabb tagja lehet a csapatnak. Ugye Keller Ákos Franciaországba szerződött, ami mindenképpen valahol, ahogy te is említetted, egy büszkeség a klubnak, hiszen egy saját játékosunk, aki ráadásul tényleg ide kötődik, 1000 szállal magasabb szintre tudott lépni. Perl Zoltán ugye a Falco szintén saját nevelésű kiválóság elment Spanyolországba játszani, tehát úgy tűnik, hogy azért, mintha lenne egy kis reménysugár, hogy a magyar kosárlabda legalább az egyének szintjén tud előrelépni. Ennek gondolom azért van köze ahhoz, és majd beszélünk erről a szezon kapcsán is, hogy a nemzetközi szereplés egy kicsit rávilágít, vagy a reflektort ráirányítja a mi klubjainkra is. Én nem gondolom, hogy csak egyéni szinten lépnénk előre, azért tényleg az elmúlt szezonban, mint a válogatott, mint a klubcsapatok, gondolok itt a Szolnokra, ránk, a Körmendre, ugye ott vagyunk a nemzetközi porondon folyamatosan most már, egyre több csapattal, és csak a mi példánk is mutatja, hogy évről évre előre tudunk lépni, nem csak ugye a második selejt, vagy csoportkörbe jutottunk, most már idén tovább jutottunk, tehát a klubcsapatok is egyre inkább ott vannak Európa térképén, én azt gondolom, és ez tény, és én nagyon bízom benne, hogy ez tovább fog tartani, és nem csak mi, hanem a többi magyar csapat is tud szépen fokozatosan előre lépkedni, hiszen most már kezdenek mindent, ahogy mondod, jegyezni, és ott vagyunk most már valahol a térképen. Még nem ott, én azt gondolom, ahova el lehet jutni, de kitartó és sok munkával el lehet, följebb lehet jutni. Gondolok itt én egy BL csoportkörös csapatra folyamatosan, vagy hogyha a FIBA Europe Cup-ba indulunk, akkor ott a legjobb négy közé jutás, én azt gondolom, hogy reális lehet bármelyik magyar csapatnak. Hát majd mindjárt beszélünk a célkitűzésekről. Amit mondtál, hogy Keller Ákost ugye légióssal kellett pótolni, ez azért azt mutatja, hogy nyilván van még potenciál, vagy van hova fejlődni a magyar utánpótlásnak, hiszen az ideális az lenne, hogyha ugye annyi magyar játékos forogna, hogy akár először országhatárokon belül lépnének föl mindig a fiatalok, és aztán innen dobbantanának külföldre. Ebben is látsz azért előrelépést? Ebben is én azt gondolom, hogy tavaly elkezdtünk itt a klubnál egy olyan koncepciót, vagy egy olyan tervet kialakítani, pont emiatt, hiszen láthatjuk, hogy nagyon kevés a magyar, fiatal főleg, és ugye nálunk jelen pillanatban adott egy U16-os, U18-as bajnokcsapatunk van, amiben látjuk, hogy rengeteg tehetség van, és tavaly már 6-8 játékost így kiválasztottunk, akiket próbálunk úgy menedzselni, hogy mindent megkapnak, teljes jogú tagjai az első csapatnak, idén most már, ahogy láthatjuk, és a felkészüléskor már ott vannak a csapat mellett, évközben még valószínűleg nem fognak akkora szerepet kapni, de már szokják a légkört, ott vannak a játékosokkal, tanulhatnak egy Lorán Pétertől, tanulhatnak most ugye Keller Ákostól nem, de már tavaly ugye még tanulhattak tőle, egy Branislav Zunic az edzőjük, akire én azt gondolom, hogy mindenki felnézhet, hiszen egy nagyon sikeres és eredményes szakember. És ez látszik a teljesítményünkön is, hiszen azon mellett, hogy megnyerték a bajnokságot, most már egy válogatotthoz oda tudnak kerülni, ugyancsak ugyanúgy, hogy megmutatják magunkat, de az U18-as válogatottban ott volt két emberünk, az U16-ban három játékosunk, tehát van remény, én azt gondolom, és van tehetség is, őket jól kell menedzselni, jól kell építeni, rengeteg munka van velük, és ehhez ők is partnerek kell, hogy legyenek, hiszen ha ők nem akarják, akkor mi bármit tehetünk, ez nem fog működni, de tényleg egy Balsai Ádám, egy Polster Attila, egy Lukács Norbi, a Takácsikrek, a Szodik, tehát van most egy 7-8 játékos az utánpótlásunkban, akikkel külön szeretnénk foglalkozni, foglalkozunk is, és mindent meg akarunk nekik adni, hogy egy-két éven belül az első csapat tagjai lehessenek, utána pedig a válogatottnak meghatározó játékosai. Hát ha már itt tartunk, bár tudom, hogy nem elsősorban a te kompetenciád, de elég hangos ugye vita zajlik jelen pillanatban a fehérvári kosárlabda utánpótlás kapcsán az akadémia, illetve a klub között. Ugye az Albafehérvár egyértelmű állásfoglalása, hogy saját utánpótlással próbálja majd a többi hasonló nagy klubban felvenni a versenyt. Jelen pillanatban úgy látod, hogy akkor akár ezek az eredmények, amikről beszélsz, hogy az elmúlt évek azt igazolják, hogy itt a klubon belül maradva a fiataloknak van reális perspektívájuk a magyar kosárlabdában? Ez a célunk, tehát ez is a tervünk, mert máshogy nem tudod megoldani, vagy óriási pénzeket kéne mozgosítani, az pedig jelen pillanatban
könnyebb út, én azt gondolom, a fiatalok nevelése és menedzselése, mint hogy óriási pénzeket mozgatni, plusz kevés az ember tényleg. Tehát ennek kell a jövőnek lenni, hogy ezeket a magyar srácokat, akikben tényleg van, mint mentálisan, mint fizikálisan, persze fejlődniük kell, de bennük van a tehetség, velük foglalkozni, kiemelten edzeni, egyéni képzés, ott vannak a felnőttekkel. Tényleg nem akarom a saját példámat hozni, de egy jó példa erre, én is oda kerültem 16 évesen, hogy a Zalaegerszegre, egy kis kölyök voltam, de egy Bence Tamás, egy Polster Péter, egy Branislav Zunic mellett erősödtem, tanultam a játékot, és egy-két éven belül már meghatározó tagja tudtam lenni a csapatomnak, 18 évesen, persze ez kell azért elhivatottság, tehetség, alázat, de én azt gondolom ezekben a srácokban, akiket most kiválasztottunk, ezekben mind megvan, úgyhogy innentől kezdve persze rajtunk is, de leginkább rajtuk múlik, hogy meddig tudják vinni. Hát jól mondtad ezeket a példákat, akár saját magadat is beleértve, de emlékezhetünk Hanga Ádámra, aki éppen egy, úgy emlékszem, hogy te sérülésed idején tudott ugye meghatározó módon megragadni egy Fehérvárban azzal együtt, hogy nyilván előbb-utóbb azért az ő tehetsége kitört volna. Hogy, szóval te úgy látod, hogy ma is a magyar kosárlabdában erről azért nagyon komoly viták mennek, hogy megvan az a lehetőség, hogyha igazán tehetséges egy fiatal, akkor akár nagyon fiatalon is megkaphatja az esélyt és élhet-e vele, vagy pedig hát tudomásul kell venni, hogy mindenhol az eredménykényszer miatt a külföldieket fogják inkább favorizálni. Eredménykényszer lesz, főleg azért itt, tehát ezt mindenki tudja, hogy ahogy mondtad, az elvárás mindig megvan a csapat felé, és ezt teljesítenünk is kell, de azt is látnunk kell, ha valaki tehetséges, és tényleg ott van, nincs egy olyan edző, hogy ne használná, ha látja, hogy jó. Persze azért látszik, hogy ez egy 17 éves fiatal játékos ma Magyarországon fizikailag, tehát fizikai képességekben még nem éri el azt a szintet, mint egy amerikai, tehát ne vigyázni kell velük, de ez azt gondolom most az elsődleges feladat azon kívül, hogy a taktikát, a technikát még tovább fejleszteni, és ugye ez azzal jön, hogy rutinszerez, ehhez kell, hogy az NB1-es csapat egy rutinos játékostól tanuljon, mellette nagyon sokat kell a fizikai képességeken fejleszteni, de én ez csak munka, tehát ez nem kell ehhez tehetség, el kell csinálni a feladatokat, van erőléti edző, van a csapat mellett minden olyan adott, minden részlet, minden edző megvan ahhoz, hogy csak ezekkel lehessen foglalkozni, és akkor tényleg van reális esély arra, hogy ezekből a fiatalokból egy-két éven belül az Alba-Fehérvár játékosai legyenek. És a hozzáállásuk, oké, mert ugye a nagy öregek szokták elmondani, hogy hát ezek az én időmben, mi még a álmunkban is kosaraztunk, meg kim voltunk, meg játszottunk, meg lemaradtunk, meg stb. És hogy hát a mai fiataloknak már annyi minden más vonja el a figyelmét. Te úgy látod, hogy azért, és tényleg most általánosságban beszélünk, nem konkrét játékosokról, akik most itt képben vannak, ők tényleg hajlandók mindent föltenni egy ilyen jó kosarabda karrierre? Igen, én azt látom rajtuk, hogy egy, nagyon büszkék magukra, hogy itt lehetnek, hogy valamit már azért elértek, persze ez egy megelőlegezett bizalom, hiszen nagyon hosszú út van még előttük, de ők mindent hajlandónak ezért föltenni. Persze nagyon fontos az iskola, és ezt ne felejtsük el, hiszen azért ez egy szellemi sportág is, tehát nem baj, hogyha van a fejükbe is valami, és ez azért iskolába is kell járni, vagy értelem kell, de ők tényleg ott vannak, csinálják, nagyon alázatosak, figyelnek mindenre, külön edzések lesznek nekik, tehát ők látják most maguk előtt azt az utat, amin eljuthatnak tényleg egy magasabb színvonalba, vagy az első osztályra, vagy akár utána a nemzetközi szintre, de meglátjuk, ez tényleg rajtuk múlik, de mindent alárendelnek ennek most. Jó, térjünk vissza akkor a nagy csapathoz. Épp a héten volt a hokisoknak is a szezonnyitó sajtótájékoztatója, és ott Szélig Viktor, aki ugye klubmenedzser, tehát hozzád hasonló szerepet tölt be, mondta, hogy a csapaterősítés mindig úgy zajlik, hogy van egy A verzió, aztán a B, a C, a D, és a végén a Z-vel valósul meg nyilván az anyagiak függvényében, és ilyenkor még senki nem tudja, hogy valójában azok a légiósok, az a keret igazából mire képes, hát nyilván reménykednek, hogy arra, amit szeretnének tőlük látni. Te most mennyire vagy elégedett azzal, ahogy sikerült ezt a kosárlabda, az idei keretet kialakítani? Mersz-e bízni benne, hogy ezek a játékosok, nyilván az újakra gondolok elsősorban, el fogják érni azt a célt, amit majd kitűztök eléjük? Hát ez jókor kérdezett, hiszen ugye még nincsenek itt. Amit láttunk róluk, tényleg az nagyon pozitív.
plusz ugye információkat is gyűjtöttünk amellett, hogy ugye a statisztika vagy videót láttunk róluk, tehát mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptunk, de azért láttunk már arra is példát, hogy ugye nagyon jó pedigrével érkezett, és mégse váltotta be a hozzáfűzött reményeket ahhoz képest, amit vártunk tőle. Én mindig pozitív vagyok, és nagyon bizakodó, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy tényleg olyanok lesznek, amilyen nekünk szükséges. Ha nem, akkor ugye változtatnunk kell, de ez benne van, tehát ezt akkor meg fogjuk lépni. De mondom, én azt gondolom, és a Báne megerősíthet ebben, hiszen az ő végső döntése volt mindegyik, hogy ezek a játékosok kellenek nekünk. A magyarok látszik, hogy jók lesznek, hiszen Luka Markovics fölépült, teljesen egészséges. Tóth Péter ugye visszatért, még őről nem beszéltünk. Ő is az elmúlt időszakban, a tegnapi mérkőzésen is, meg az edzéseken is mutatja, hogy neki is a sérülése már a múltja. Múlté, és persze kell neki még edzés, és vissza kell szerezni az erőlétét, de jó úton járunk, én azt gondolom. Közben remélem, hogy a stúdió nem bomlik rá, mert itt olyan erővel ütnek, vágnak valahol kívül, de hát remélem, hogy kedves nézőket ez nem zavarja annyira hangban. Szóval az Alba Fehérvár, illetve az Alba Kom korábban tradíciójához mindig hozzátartozott, és a szurkolók mindig várják is, hogy egy látványos játékot játszó, eredményes, sok pontot szerző, hát amellett persze azért lehetőleg jól is védekező csapat legyen, de tényleg egy attraktív kosárlabda. Gondolom az idei kiválasztásnál is, főleg a mester személyének köszönhetően nagyjából ezek szempontok voltak, tehát úgy láthatjuk a garanciát, hogy ez a csapat hasonló játékot fog játszani, mint a korábbi években. Csak megerősíteni tudom, igen, tehát biztos, hogy atletikus játékos mindegyik. Fontos volt a Báninak, hogy kintről jól dobjanak, tehát próbáltunk most olyan játékosokat keresni, akinek van kinti dobása. Azért ez az elmúlt két évben, amióta ugye itt vagyok, ez nem mindig volt igaz, és ez sokszor hátrányt jelentett. Most erre is ezt próbáltuk úgy kialakítani, hogy ez ne legyen probléma. De tényleg ez a következő hetekben, a hónapokban fog kiderülni, hiszen amikor megérkeznek, látni fogjuk test közelben, hogy milyenek. Mondom még egyszer, az első benyomások és a személyes, már úgy telefonbeszélgetése alapján egy nagyon normális srácokról van szó, de tényleg a pályán, az edzőmeccseken fog ez kiderülni, hogy mennyire illenek bele abba a koncepció vagy elképzelésbe, amit a Báne szeretne megvalósítani idén. Jó, nyilván célkitűzésekről még ugyanúgy korán van beszélni, bár csodálkoznék, ha az Albánál ugye ezt mondjuk alább adnátok, mint mindig az utóbbi években, de az biztos, hogy ismét két frontos helytállás vár a csapatra, hiszen a Nemzetközi Kupában megint indulunk, mint bajnoki bronzérmesek. Itt ezzel kapcsolatban van-e elvárás, mert ugye egy selejtezőkört menni kell. Jó, alakulhat úgy, hogy akár szerencsés vesztesként is fölkerültünk egy főtáblára, de ugye meg kellene nyerni igazából egy selejtezőt. Van-e valamiféle kitűzött cél vagy elvárás ezzel kapcsolatban, hiszen az utóbbi két évben hozzászoktunk, hogy azért csoportkört, sőt köröket játszik az Alba, legutóbb már ugye egyenes kieséses szakaszba is bekerült. Ahogy említetted, ugye azért ez azt gondolom lehet elvárás első körben, ugye, hogy bekerüljünk a csoportkörbe. Ugye itt, ahogy említetted, egy selejtezőkört kell mennünk, de az elmúlt két év predesztinálja, én azt gondolom, a csapatot arra, hogy a reális elvárás legyen ahhoz arra, hogy csoportkörösök legyünk, és ott legalább egyet, de minimum kettőt menjünk. Persze ez függ ugye az ellenfelektől is, meg a mi formánktól is, hiszen azért tavaly évben nem úgy indult, aztán gyönyörűre sikerült a nemzetközi kupaszereplés is, tehát ez elvárás igazából így nincsen megfogalmazva, vagy így kimondva, hogy ez a cél, de két csoportkört mindenképpen szeretnénk menni. Jó, hát meglátjuk. Az biztos, hogy ismét ígéretesen indul a szezon, hiszen tényleg vannak fiatal, illetve már nem olyan fiatal jó magyar játékosaink, külföldi játékosok. Mit lehet tudni a hátralévő programról, hogyan alakul a rajtig, és mikor lesznek tétmeccsek? A bajnokság ugye szeptember 28-án fog indulni pénteken, az egy hazai mérkőzés lesz a Pécs ellen, az lesz az első tétmeccs. Addig ugye edzőmeccsek, egy tornán veszünk részt Pakson, valamikor szeptemberben, most pontosan nem tudom az időpontot, de ugye a program, a felkészülési program az fenn van már a honlapon, az nem fog változni, tehát ezek a meccsek lesznek, a Kecskeméttel fogunk oda visszajátszani, a Kaposvárral, a Komárom fog még egyszer eljönni hozzánk jövő héten a Nagyvárad, kedden az lesz az első ugye hazai edzőmérkőzés.
Úgyhogy egy 8-10 edzőmeccsünk van. Én azt gondolom, hogy ez elég arra, hogy felkészüljen a csapat, és ahogy mondtam, ugye szeptember 28 az első bajnoki, október 3-án pedig a FIBA Europe Cup-nak a selejtező körének az első mérkőzés, az ugye idegenben lesz, 9-én lesz ugye a visszavágva, az egy keddi napon itthon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát remélem, hogy elégedetten fogunk beszélgetni még többször a következő szezonban. Én is köszönöm szépen. A kedves nézőket pedig még egy kis triatlonnal szórakoztatjuk, hiszen az elmúlt hétvégén először rendeztek Európa Kupa versenyt, ebben a nyugodtan mondhatjuk, hogy igen modern, dinamikus és látványos sportágban itt Székesfehérváron, úgyhogy volt mit nézni a férfiak és a nők versenyében is. Erről következik most egy kis összeállítás, viszontlátásra. A fehérvári csónakázó tóban és környékén a közel 150 fős mezőn sprinttávot, azaz úszásban 750 métert, kerékpárral 20, futva 5 kilométer teljesített. A csónakázó tó és környéke amellett, hogy festői környezetet biztosít, kompakt versenyhelyszín is. Nagyon örülünk és köszönjük a lehetőséget, hogy ezt az Európa Kupa versenyt itt Székesfehérváron rendezhettük. Köszönöm a Nemzetközi és a Magyar Triatlon Szövetségnek a lehetőséget, és az Alba Triatlon esélynek, vezetőinek, versenyzőinek és minden önkéntesnek, akik az elmúlt napokban, hetekben nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy egy kiváló verseny legyen. Azt gondolom, hogy nem csak a szervezők és a Nemzetközi Szövetség tagjai szerint, de a versenyzők szerint is egy kiváló helyszínnek bizonyult a város, a csónakázató és annak környéke. Nagyon bízom benne, hogy maradandó élmény lett ez a versenyzőknek és mindenkinek, aki itt töltött néhány napot. A házigazdák nem csak rendezőként, versenyzőként is helytáltak. Az európai rangista vezetője Dévai Márk ezúttal is elsőként jött ki a vízből, kerékpározásban sokáig az élbolyban haladt, a bringázás végére azonban óriási tülekedés alakult ki a mezőny legelején. Nem hittem el, mikor megérkeztek, hogy a 70 emberből majdnem mindenki ott van, úgymond az első bolyba tulajdonképpen, ezt nem hittem el, hogy most nem mondom, mi történt. Úgyhogy egy nagy futás lett a vége, nem volt rossz, tekintetbe véve azt, hogy edzőtávból jöttem, egyáltalán nem könnyítettünk fel erre a versenyre, beleterveztük a VB felkészülésbe, mert szűk 2 hét múlva utazunk, és valamint ez a negyedik versenyem volt 3 hétvége alatt, kezdve a Glasgow-i olimpiai távú EB-vel, Mix EB, múlt héten olimpiai távú világkupa, az ITU új, régi új, egyik legnehezebb pályáján, úgyhogy egyáltalán nem voltam rápihenve, de így is terveztük, úgyhogy szerintem egy ilyen itthoni versenyzésnek elég jó volt. Dévai Márk végül a 12. helyen zárt. Márk öccse Zsombor junior korúként végzett az előkelő 22. helyen. Legjobb magyarként a férfiaknál Király István a 4. helyen zárt. A győztes brit Morgan Davis sorozatban 2. sprint versenyét nyerte, Malmö után Fehérváron sem talált legyőzőre. On the run I just time trialed it and tried to make it as hard as I could for the guys. Különleges volt számomra ez a győzelem, amit nagyon akartam. Kemény volt a kerékpáros pálya, ráadásul volt egy bukás is, de sikerült átvészelnem ezt az időszakot, erős voltam és állva maradtam. Az első fehérvári triatlon Európa Kupa sikerét magyar érem tette teljessé. Vanek Margit gyakorló anyukaként először lépett dobogóra. Lelkileg mindenki nagyon fontos volt, mert elég rég volt igazán jól sikerült versenyem. Még 2 éve volt az utolsó rendes szezonom, utána tavaly szültem, és akkor idén megpróbáltam újra visszakerülni az élvonalba, ez azért nagyon nehéz, úgyhogy kicsit úgy el is kenődtem a nyár közepére, és aztán pihentem egy-két hetet, és akkor kicsit felpörgettem magam erre, és nagyon örülök, hogy így sikerült, igazából nem számítottam rá. Sara Vilics számára is örök emlék maradt Fehérvár, hiszen az osztrák pályafutása első győzelmét szerezte. Nagyon jól futottam a hajrában, de a másik 2 számban nyújtott teljesítményemmel is elégedett vagyok, különösen azért, mert komoly edzésmunkát végeztem el az elmúlt időszakban. Ez egy remek verseny volt, ráadásul Székesfehérváron az első, ezért köszönet a szervezőknek, remélem a jövőben is rendeznek itt versenyt. Az első fehérvári Sprint Európa Kupa éremtáblázatán 1 arannyal és 1 ezüsttel a britek zártak az élen.
Nagyon örülünk annak, hogy itt került megrendezésre az E2 Sprint Triathlon Európa Kupa. A sorozatról fontos tudni, hogy a kontinens számos nagyvárosa ad otthont az állomásoknak. Legutóbb Malmöben találkozott a mezőny, összesen 15 sprint versenyt tartunk. A város adottságai kiválóan alkalmasak nemzetközi verseny lebonyolítására. A kialakított pálya rendkívül nézőbarát, hiszen mind az úszás, mind pedig a kerékpározás és a futás remekül követhető. Gyakorlatilag testközelből figyelhették a versenyzőket, akár a vízben, akár szárazon. Ugyanakkor a versenyzők biztonsága is nagyon fontos, a kerékpározásnak olykor velejárója a bukás, ami sajnos itt is bekövetkezett, de azonnal érkezett az orvosi segítség. Meg kell dicsérnem a szervezőket, a házigazdát, Alba Triathlon klubot, akik rendkívül lelkesen, kemény munkával hajtották végre a feladatukat. Azt gondolom, hogy ez csak az első lépés volt számukra, a jövőben is sok jelentős tervet valósíthatnak meg. Székesfehérvár felkerült a triatlon világ térképére. To put the Székesfehérvár in the map. Az Európai Szövetség fehérvári versenye egyébként nyílt volt, így például Ausztráliából és Argentínából is érkeztek triatlonisták. Összesen 25 ország, több mint 140 versenyző járt rajthoz.